kezemben egy tál illatos, friss, ropogós kroket. 5 percetek van eldönteni, hogy köret vagy snack. Addig is burgonya témánk, ez pedig az első lecke. Ne feledjétek, ha tetszik a recept, iratkozzatok fel, ha kérdésetek van, írjátok meg kommentbe, ha pedig tanultatok valami újat, akkor pedig nyomjatok egy lájkot. Benne van a nevében, hogy burgonya kroket, tehát a burgonya kroketnek a lelke, az a héjában főtt, forró megtisztított és forrón áttört burgonya. Így néz ki. Hogy kellően lágy legyen és igazán jó legyen az íze, kézmeleg vaj, hogy össze is álljon 2 tojássárgája. Természetes ízfokozók, burgonyának nagy barátja, reszelt mandula és parmezán sajt. És hogyha burgonya, akkor a kötelező fűszer az a szerecsendió. Ez is jön a krokethez. 2 kövér nagy csipet só, már csak 2 összetevő hiányzik, az pedig a liszt és a burgonya pehely. A kimért mennyiségnek először csak a felét rakjuk hozzá, ugyanis, hogy anyukám szokta mondani, nem vagyunk benne a burgonyában, nem tudhatjuk a keményítő és a víztartalmát. Hogyha picit lágy a tésztánk, akkor még adunk hozzá, viszont hogyha tökéletes, akkor nem kell az összes. Elkezdem homogén tésztával összegyúrni, vagy inkább szép lazán keverni. Hogyha kezd összeállni a tészta, az alapmassa, akkor jöhet ki a vágódeszkára. Meggyőződünk róla, hogy a tojás és a vaj tökéletesen eloszoljon az alapmasszába. Akkor tökéletes a tészta, hogyha a deszkáról összeporszívozott minden egyes liszt és pehelyszemcsét, a tészta egynemű, jól formázható, nem ragacsos, nem tapad, de kellően lágy, és a kezemhez se tapad. Visszarakom az edénybe, és 5-10 percet pihentetem. És ez a 10 perc pihenő elegendő arra, hogy egy kis fűszeres tejfölt gyorsan összedobjak. Nem kell semmi bonyolultra gondolni. Egy kis tejföl, egy kis krémsajt és egy kis zöld fűszer. Egy kis nidling, a náhogy petrezselyem és egy kis kakukkfű. Természetesen só és bors, végül pedig egy kis friss citromhéj. Fokhagymát majdnem kifelejtettem, citromhéjreszelés közben jutott eszembe. Csak egy gerezd. Összekeverem, berakom a hűtőbe, és amíg pihen, elkészítem a krokettet. Jöhet a megpihent tészta, egy picit alálisztezzünk, a felületét lisztezzük, és így fogunk vele dolgozni, minthogyha csak gyúrtészta volna. Kisebb darabokra vágom a krokettmasszát, készítek magam mellé egy kis zsemlemorzsát, megpróbálok egyenletes vastag rudakat formázni, a tésztából kis hosszúkás rudakat vágok, egyforma hosszú természetesen, így néz ki egy klasszikus krokettforma, picit a végeit is megformázom, elsimítom a felületüket, és jöhet a zsemlemorzsába. Titkos tipp, hogy ebben a formában csodálatosan fagyasztható, és bármikor süthető fagyos állapotában, de most mi nem fogjuk megvárni, amíg kőkeményé fagy, úgyhogy pont a vaj is kellően forró, úgyhogy elkezdem kisütni. A vajról egyébként található egy remek séf tippünk, hogy miért célszerű tisztított vajban sütni. Hát, hogyha nagyon akarunk menőzni, akkor így lesz igazán finom az íze. Közepes sütőhőmérséklet, ez nagyjából 160 fok. Szép aranysárgára sütjük a krokettet. Gyönyörű szép hullófalevél színe van a krokettnek, aranybarna, elkészült. Elkészült a nagy-nagy büszkeség, a házi burgonya krokett. Ahogy említettem, tökéletes köret, de hát kezdődik a meccs szezon, úgyhogy huppanok is be vele a kanapéra. Bízom benne, hogy tanultál ebből a Lidl online főzőiskola részből is, és jól szórakoztál. Ha tetszett, nyomj egy lájkot. Találkozz velem a következő részekben is, új alapanyagok és technológiák mellett. Iratkozz fel, és válassz ki a következő részt a képernyőn lévők közül. Találkozzunk még, és tanuljunk együtt.